Köszöntöm nézőinket, Önök heti hírmagazinunkat látják. Nézzük képes ajánlónkat! Csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése, elkezdődtek a munkálatok. Lelki nap, apácák az X-házban. Berzsenyi nap, ünnepség, kiállítás, megnyitók, vetélkedők és előadások a gimiben. Szívlekvár, Kőrösi Zoltán könyvbemutatója Marcaliban. Díjeső, a város legjobb sportolói díjazták. Polgármesterek a pályán, barátságos nemzetközi foci meccs a Csarnokban. A Horváth Kuti városrészben a szennyvíz beruházás menetéről és aktuális állásáról lakossági fórumot tartottak az érdeklődőknek, mindeközben a szennyvíz telepen jelenleg is kőzerővel folyik a munka. A KEOP 1.2.0.09.11.2011.00.19 azonosító számú Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése tárgyú projekt keretében Marcaliban és a Horváth Kuti városrészben valósulnak meg a fejlesztések. A projekt az új Széchenyi terv környezet és energetikai operatív program keretében Európai Uniós és hazai központi költségvetési előirányzatból, valamint a BM-EU önerő alapból mintegy 1 milliárd 474 millió forint vissza nem térítendő támogatással valósul meg. A jó időt kihasználva zajlanak a munkálatok a szennyvíztisztító telepen, és a Horváth Kuti csatorna nyomóvezetékét a marcali Szőlőhegyben is építik. A munkálatok elérték a Horváth Kuti városrészt, kivonultak a munkagépek. A Horváth Kuti Kultúrház zsúfolásig telt, hiszen az érdeklődők feltehették kérdéseiket Marcali város polgármesterének, a kivitelező cégek képviselőinek, a projektmenedzsereknek és a műszaki szakembereknek. Emellett a takarékszövetkezet vezetőjétől a hitelkonstrukciós lehetőségekről is tájékozódhattak. Találkozásunk tulajdonképpen tárgya a szennyvízberuházás. Itt engedjenek meg a hölgyet és az urak, hogy sorba bemutassam a jelenlévőket. Persze a legtöbb kérdés a fizetési feltételek megismerésére irányult. Mivel a takarékszövetkezetünk működési területéhez tartozik a városrész ezen települése is, település része is, mi erre a közbüli beruházásra egy hitelkonstrukciót dolgoztunk ki, azok részére, akik ezzel majd a későbbiekben élni kívánnak. Mivel elfogadásra került a város költségvetése, ezért halasztott fizetést azt tudunk adni, mert a kölcsön az banki tevékenység és az tilos nekünk. Az csak a bankok adhatnak. Ez a halasztott fizetés az azt jelenti, hogy éven belüli, esetleg januári átfutó lehetőséget tudunk biztosítani. Tehát ha így számoljuk, akkor mondjuk ilyen havi 16-20 ezer forintos, hogyha 10 hónapra 15 ezer forintos, a 10 hónapra számolom azt, hogy hogyan tudunk ebben mi részt venni. Új szennyvízhálózat kiépítésével várhatóan mintegy 200 háztartást kötnek a rendszerre augusztus végéig. A Marcali Múzeumban az 1848 csillagai, a Szabadságharc erekéi címmel nyílt kiállítás. Az időszaki kiállítást G. Jáger Márta, nyugalmazott főlevéltáros, a Somogy megyei honismereti egyesület elnöke ajánlotta a vendégek figyelmébe. Ez az ünnep, amely évről évre közösségre tömöríti az egyes települések lakói, iskolákat, különböző területeken dolgozókat. Én azt hiszem, nem szól különösebb magyarázatra, hiszen közel most több mint 150 éve ezelőtti események sorozata olyan esemény sor volt, amely a magyar ember lelkéből, a magyar ember szívéből soha nem fog elmaradni, nem fog kiiktatódni. De vajon mi is az oka annak, hogy ez az ünnep évszázadokon keresztül soha nem veszítette el a fényét, a tisztaságát? Talán a tisztaságra helyezném a hangsúlyt az utóbbi időszakban különösen. 1848 hősei olyan tetteket hajtottak végre, amelyek az előzményekben, az előtte lévő évtizedekben haza és haladás eszméjét maguk előtt tartva és lebegtetve olyan csodálatos nemzedékeken keresztül jutottak el egészen
1848 eseményeig, hogy tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy volt több évtizedünk arra, hogy felkészüljenek. Ez a reformkori időszaka volt. A kiállítás megnyitón közreműködött a Marcali Bajtársi Egyesület dalárdája. A megnyitó után Fekete György, magángyűjtő ismertette a látogatókkal a kiállított műtárgyak történetét. Napjainkban hát nem könnyű fölkutatni autentikus 48-49-es fegyvereket. A kiállítás május 31-ig tekinthető meg. Ezen 1848-49-es forradalom szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsorral vette kezdetét a hagyományos Berzsenyi nap a gimnáziumban. Alrajzpályázat eredményhirdetésével Havranek Andrea és Krénusz Márton kiállításának megnyitójával kezdődött a hagyományos Berzsenyi nap a Marcali Berzsenyi Dániel gimnáziumban. Minden iskolának nagyon fontos, hogy a névadóját, azokat a híres költőket, tudósokat, híres magyarokat megünnepelje, akiknek a neve az iskolá, tehát az intézménynek a nevében szerepel, hiszen ez egy értékteremtő dolog, illetve azokat a régi hagyományos értékeket végigviszi, amely az iskolának feladata. És ezért örülünk mindig annak, amikor a hagyományos Berzsenyi napon nem csak hagyományosan megfelelő vetélkedők vagy műsorok vannak, hanem vannak a hagyománytól eltérőek is. Sok kulturális turizmus, művészettörténeti, irodalmi, média, földrajz, angol nyelvi és még számos vetélkedőn vehettek részt a csapatok. Ezt követően a diákok közel 10 témában hallgathattak előadásokat. Hát most is lesznek olyan előadások, amelyek nem egészen szokványosak, kimondottan azért, hogy a mi diákjaink, akik ide járnak, lássák, hogy mennyi érték van a körülöttünk levő világban. Kiemelnék 2 olyan kis előadást, amit a mi saját diákjaink fognak tartani. Az egyik diákunk Havranek Andrea, végzős diák, ő egy fotoblogot üzemeltet, és ennek kapcsán fog egy kis előadást tartani.
az érdeklődőknek. A másik nagyon izgalmas előadás pedig Krénusz Márton előadása lesz, aki gyönyörűen rajzol, és még nagyon sok minden mást is jól csinál. Tehát a gyerekek látják azt, hogy akik köztünk élnek, mennyi minden mással foglalkoznak a tanuláson kívül. És én azt gondolom, hogy egy berzsenyi napnak ez is a feladata, hogy az itt lévő szellemi értéket átadjuk, és az idejáró diákok ezt megfelelően tudják majd később kamatoztatni. Nem csak berzsenyis diákok vettek részt az egésznapos rendezvényen. Nagyon régóta a berzsenyi napon, nem csak ezen a napon, természetesen máskor is, az általános iskolák diákjai közül is várjuk azokat a tehetségeseket, akik például fotóval, rajzzal meg tudják mutatni, hogy mennyiben más területen is jók. És például tegnap délután egy szavaló verseny is volt, ahol szintén a körzet általános iskoláiból jöttek diákok. Ez is hagyomány, a kollégáim nagyon jól megszervezik ezeket a rendezvényeket, és nagyon örülünk, hogy mindig nagyon sok általános iskolás diák van, hiszen én azt gondolom, hogy egy gimnáziumnak az is feladata, hogy valamilyen példát mutasson a kisebbeknek, a kisebb gyerekeknek, és ezért hívjuk meg őket ide, hogy lássák, hogy a nagyok mi mindent tudnak. A gimnázium diákjai és tanárai már gőzelővel készülnek a hagyományos berzsenyi estre. Még lesz nekünk egy berzsenyi estünk, oda nagyon sok szeretettel meghívok minden érdeklődőt, természetesen majd ezt meghívón is fogjuk közölni. Április 1-én lesz, érdekes dátum. Ez is hagyományos nálunk, ilyenkor bemutatkoznak a diákjaink különböző olyan kis műsorokkal, amit az adott évben, vagy az előtte levő évben csináltak, és ide várjuk szeretettel a szülőket is, és az általános iskolákat is, és minden érdeklődőt. Szombaton délután lelki napot tartottak a Marcali plébánia szervezésében, az X-házban. A Ferenc pápa által meghirdetett szerzetesek évéhez kapcsolódva két nővér látogatott el a városba. A lelki napon mintegy 180 hittatanos gyermek vett részt két csoportban az X-házban, azokon a foglalkozásokon, melyet a 8 boldogság közösség nővérei, Krisztina és Mária nővér tartottak. Most húsvét előtt valóban nagyon sok programunk van. A programunknak az egyik csúcspontja a mai nap a lelki nap, amit minden évben meg szoktunk rendezni. Az idejében az a különlegesség, hogy a szerzetesek éve van, a megszentelt életnek az éve, és ezzel kapcsolatban rendeztünk lelki napot. Tehát Krisztina nővér vagyok, és a 8 boldogság közösségnek vagyok a tagja. Két helyen vagyunk Magyarországon, mi Homokkomáromból jöttünk, mert az van ide közel, de Budapesten az Örök Imádás templomban vannak még nővéreink. Van egy közösségi papunk is, egyébként papi hivatásokért imádkozni kell nekünk is mindenképpen. Magyarországon 1989 óta létezünk, Homokkomáromban 1990-ben, még a Szendi József érsekatya hívott bennünket, hogy az ottani zarándok helyett tartsuk kézben, vagy gondoskodjunk a zarándokokról. Tehát a gyerekekkel főleg egy ilyen bemutatkozás, tehát nagyon egyszerű módon, hogy mi az, amit a gyerekek látnak, hogy más a ruhánk, hogy más a nevünk. Nagyon érdekli a gyerekeket mindig, hogy mit csinálunk egész nap, hogy pihenünk-e, hogy például játszunk-e számítógéppel. Tehát nekik így szeretnénk közelebb vinni a szerzetesi életet, hogy az derüljön ki, hogy normális emberek vagyunk, akik Krisztusnak adtuk az életünket. A felsősökkel már szeretnénk majd együtt imádkozni, tehát lesz egy szentségimádás, és annak ilyen nagybőti jellege lesz, de olyan módon, hogy a feltámadt Jézushoz szeretnénk eljutni húsvétra. Őket az érdekelte inkább, hogy nővéreket most látnak életükben először, élőbe. Ugyan elhangzott, hogy filmben már, melyik filmben? We Love Finesse. Filmben látnak nővéreket, de élőben nem láttak, és nagyon el voltak foglalva a nővérek ruházatával, életmódjukkal kapcsolatban.
Az az érdekes, hogy a gyerekeket azért szeretem, mert ők bennük van egy egészséges kíváncsiság, tehát ők mernek kérdezni. A felnőttek sokszor van egy képük a szerzetességről, most ez legyen akár egy film, akár mondjuk a régi időkből, és ez lehet sokszor negatív is, de nem kérdeznek. Tehát ők valamit elképzelnek a szerzetesekről, legyen jó vagy rossz, és ők ebben így megmaradnak. A felnőttek felé kicsit jobban kell nyitni, magyarázni, hogy mit miért élünk, vagy hogyan. Ugyanakkor még Magyarországon van egy tisztelet a szerzetesek felé. Talán az idősebb korosztálynál, de Zalában például azt vettem észre, hogy egy benzinkúton, egy gyógyszertárban nagyon sokan közönnek dicsértességgel. De egy rendőr is, tehát Zala ebből a szempontból kifejezetten vallásos. A lelki napon megemlékeztek a hajdani volt apácákról is, akik leányiskolát tartottak fenn a jelenlegi X-házban, akiket itt ért az 1949-es szerzetesi felosztás. A szerzetes rendek 1989-ben indultak újra Magyarországon. Itt, ezen a helyen, ahol állunk, 1950-ig voltak apácák, amíg az akkori állampárt meg nem szüntette a szerzetes rendeket, az istenszeretett leányai voltak itt, akik akkor elmentek Marcaliból, és azóta apácák most járnak először. Ez egy újfajta közösség, és ővelük szerettük volna a gyerekeket megismertetni, hogy kik azok a szerzetesek, mit csinálnak, és az előbbi példa is bizonyítja, több mint 100 alsótagozatos gyermek jött el, és érdeklődtek az apácáktól, az életmódjukról, ruhájukról, mit csinálnak egész nap, mi a teendőjük, kik a szerzetesek, és mi a helyük ebben a világban. Nagyon aktívak voltak a gyermekek. Ezen kívül várjuk a felnőtteket is húsvéti szentgyónásra. A mai napon vendégatyák jönnek, hívek nagyon szeretnek vendégatyáknál gyónni, nagyon sokan szoktak esténként megjönni, és a különlegessége lesz, az lesz az esti szentmisének, az egyik nővér fog prédikálni, a pap helyett beszédet mondani, szintén a szerzetesekről fog beszélni. Az idősebb korosztály már ismeri őket, hiszen Homokkomáromból jöttek, sokat zarándokolnak ők Homokkomáromba. A szerzetesek éve mit is jelent ez? Ugye Ferenc pápa hirdette meg a szerzetesek évét, tavaly kezdődött november 30-án, és jövő év február 2-ig tart. A pápa azt szerette volna, hogyha az egyház kicsit jobban odafigyel a szerzetesekre, ezáltal ugye jobban meg lehet ismerni a szerzeteseknek az életét, az odaadottságát. Jelent ez akár egy elismerést is számunkra, hogy a pápa kicsit előtérbe helyezett bennünket. Illetve hát nekünk szerzetesnek meg egy hívás, hogy legyünk jelen a világban még jobban. A programot lelki gyakorlatos szentmise zárt, ahol bemutatkozott a két szerzetes nővér a felnőtteknek is. Körösi Zoltán író, forgatókönyvíró, dramaturg, a Litera egykori főszerkesztője 16. Szívlegvár című kötetét a Marcali könyvtárban mutatta be az érdeklődőknek. Körösi Zoltán országhatárokon és évszázadokon átívelő, lebilincselő történelmi családregénye tavaly került a polcokra. Azt tudom mondani, hogy én nagyon sok szeretetet kaptam az olvasóktól ennek kapcsán, úgyhogy ez nekem mindenképpen öröm. Szoktak beszélni kritikusok ilyesmiről, hogy kortárs regény, meg történelmi regény. Hát azért ez nem egészen így van. Nincs olyan kortárs regény, ami ne kortárs volna abban az értelemben, hogy mai ember írja. Tehát mondjuk ez a könyv 150 év történelmét idézi fel, de természetesen egy Körösi Zoltán nevű ember írta ma és itt, és hát ilyen értelemben természetesen a mi életünkről szól. Egyébként ez is volt a szándékom, arról beszéljek, hogy mit jelent ma magyarnak lenni, meg mit jelent ez a Magyarország nevű család, amiben mi vagyunk. És hogy a 16 kötet közül lehet-e kedvence a szerzőnek, erre is kíváncsiak voltunk. Ugye van egy középkori latin mondás, ami úgy szól, hogy a könyvek gyermekek, hát ami a kihordási időt és a nehéz szülést illeti biztosan, de azt illetően is a sok gyerekesek, de az egygyerekesek is tudják, hogy mindig a legutolsó gyerek a legkedvesebb, de azért mindegy formák. Tehát nem tudok ilyet mondani, nem is gondolom, hogy lehetne rangsorolni. Szeretni szeretem, de azért a többit is szeretem, meg remélem még fogok szeretni mást is. A könyv felveti a mi lett volna, ha kérdést. Szerintem az mindannyiunknak jót tesz, hogyha saját életére
ránéz egy kicsit az ember, kicsit oldalra lép. Ezt nem nagyon szoktuk megcsinálni, mert a hétköznapok bedarálnak bennünket. De akinek van bátorsága, ideje és játékos kedve, mert azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez van, annak nagyon, nagyon érdemes szerintem a saját életére átgondolni, hogy vajon mi történt volna, hogyha ezt nem úgy csinálom, vajon ha azon az útelágazáson nem azt az utat választom. És hát ezek azért fontos, fontos válaszokat tudnak adni arra, amiben vagyunk egyébként. Az írónak nem idegen Marcali. 5 éves koromtól 10 éves koromig éltem Marcaliban, a Széchenyi utcában. Ide jártam a templom mellé általánosiskolába, meg óvodába. A Kandlerre szemben laktunk, aztán később, úgyhogy a legerősebb szál természetesen a vaníliafagylalt és a nagymálna volt a Kandlerban. De hát iszonyú érdekes, most körbe mentem itt a városban, ugyanis megvallom, hogy nem is tudom kiszámolni, hogy hány éve, nagyon-nagyon sok éve, tehát azóta nem voltam, több évtizede nem voltam, úgyhogy csak kapkodom a fejemet. A Városi Könyvtár 2015-ben további író-olvasó találkozókat szervez. A héten ünnepélyes keretek közt díjazták Marcali város legjobb sportolóit, edzőit. Marcali város önkormányzata, Tanai Bernadett, Bárci Kata kézilabdázók és Dudás Péter jiu-jitsu versenyző munkáját az év sportolója díj kitüntetéssel, Szecsődi Laura kézilabdázó, József Richard Ijász és Vince Martin jiu-jitsu versenyző munkáját az év utánpótlás sportolója díj címmel, Csatáné Balogh Beatrix és Válfalviné Lacó Tíme a strandkézilabda edző felkészítők munkáját az év edzője kitüntetéssel ismerte el, míg a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium strandkézilabda csapatát az év csapata díjban részesítette. A mai nap a sport ünnepe a városban, és minden évben ilyen tájt azokat tüntetjük ki, akik az előző évben nagyszerű eredményeket értek el, akik a város hírnevét öregbítették szerte az országban. Ez a gesztus, amelyel az önkormányzat díjat ad az elismerésként, én úgy gondolom, hogy nem csak egy gesztus, hanem szerintem biztosítja a város egész évben a sportolóknak az eredményes felkészültségét és nyugodt felkészültségét a versenyekre. Az önkormányzat képviselő testülete is a sport támogatói közé tartoznak, hisz kevés olyan város van az országban, ahol ennyi önkormányzati támogatásban részesítenének szakosztályukat, egyesületeket. Persze mondhatnám azt, hogy nagyon szerencsés helyzetben vannak a sportolók is, hisz az önkormányzati testületi tagok között többen is nem csak akkor tudnak levenni egy labdát, amikor a polcra fölnyúlnak és leveszik, hanem futballoztak is, sportoltak is, és ma is aktívan űzik szabadidejükben ezt a sportot. Kívánom azt, hogy a jövőben is hasonló eredményeket érjenek el, és sok örömet okozzanak még marcai sportszerető közönségének egészségükre. Én azt gondolom, a város elsősorban azért szerencsés, mert ilyen jó sportolói vannak, és főleg azért, hogy ennyi sok fiatal jó sportolója van. Azért is döntött az önkormányzat úgy, hogy ettől az évtől több ifjúsági díjat ad ki, mint a korábbi években, mert egyszerűen akkora volt a választék, hogy nem tudtunk volna dönteni, ha csak egy ember díjazhatnánk, de még a három esetében is érzünk hiányokat, hogy mások is megérdemelték volna. Én valóban úgy látom, hogy a város szereti a sportot, szeretik a szponzorok is, szereti az önkormányzat is valamilyen szinten természetesen, de ez csak akkor szerethető, ha van, akiket lehet szeretni. És azt hiszem, hogy nálunk ez egyértelműen adott, tehát ha végig tekintünk azon a hatalmas palettán, amit a különféle sportágak mutatnak, a különféle szakosztályai eredményeiben is ez megjelenik, akkor valóban a város büszke lehet arra, és nagyon jó döntés volt talán 10 évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy nem csak szavakba, hanem tettekbe is valóban az utánpótlás kapja a legnagyobb támogatást, és azt szerint építkezünk, és ez meglátszik az eredményben.
eredményekbe is, mert az edzők bérét is talán akkor tudtuk rendezni, hogy az utánpótlásban hasonlóak, mint a felnőtt csapatoknál, és ez megjelent az eredményekben az edzők részéről is, illetőleg abban, hogy a létesítményi háttér adott, a gyerekek pedig valóban azzal, hogy már az általános iskolában az alapokkal megismerkednek, a szakosztályokban ezt fordítani tudják, nagyon jó eredményeket érnek el, amire valóban minden büszkék vagyunk, és hát így van, örömmel szurkolunk minden hétvégén a meccseken, és próbáljuk a magunk lehetőségeivel, hangjával, buzdításával is arra sarkalni őket, hogy mint több meccset nyerjenek meg. Hát üzni még mindig a futballal próbálkozok azon a szinten, ahogy megy, de bevallom őszintén, hogy a lány kézilabda, vagy a női kézilabdának az az egész vonulata, ami végigfutott a városon, tehát, hogy akármilyen korosztályhoz nyúlunk, ott bőven az átlag fölötti, vagy akár kimagasló teljesítmények vannak, ez mindig magában ragadott meg a teremben úgy jó is szurkolni, főleg, ha sokan vagyunk. Ugye a városban rengeteg sportág fellelhető, és nagyon sok fiatal egyre aktívabban éli a sporttal kapcsolatos életét, ami nagyon jó, mert egyfajta kikapcsolódási forma is a gyerekeknek, vagy fiataloknak, másrészt pedig egy nagyon hasznos időeltöltés. Azt gondolom, hogy a személyiségük is, nem csak az erőllétük is fejlődik velük, és ezen a rendezvényen méltó elismerést kapnak a kiemelt sportágakban, vagy a sportágakban közreműködő fiatalok, és itt nem csak saját maguk és a csapat előtt, hanem egy nagyobb közönség előtt is megmutathatják magukat, így a város lakói megismerhetik a sportolóinkat. Az eseményről készített hosszabb tudósításunkat a hétfőn jelentkező Felmerő című magazinunkban tekinthetik meg. Az NB1-B és női kézilabda bajnokság 19. fordulójában a Marcali a Mohács együttesét fogadta. A szoros mérkőzésen sikerült a bravúr, így már szinte biztos, hogy az NB1-B-ben folytathatja majd szereplését a Marcali. A tabella 9. helyén álló Mohács együttesét fogadta a Marcali. A hazai csapat jó játéka meghozta a gyümölcsét. 18-13-as fordulót követően a végeredmény 31-25 lett. Gratulálunk, mentálisan teljesen rendben van ez a csapat, megérdemelt magabiztos győzelmet arattunk, úgy látok, hogy nem volt gond az első perctől kezdve, így nézett ki. Hát így nézett ki, de nagyon sok munka volt mögötte. Először is ugye szeretnék gratulálni az egész csapatnak a pályán nyújtott teljesítmény, és nem is csak maga a taktika és a technikai teljesítményért, hanem az akarat is és szívér, hogy küzdöttek a mai napon a lányok. Ugye nekünk ez létfontosságú mérkőzés volt, tudjuk hozni, és itt szeretném külön megragadni. Én az egész héten majdnem, hogy beteg voltam, és a Balogbának a segítségét, mert nagyon sokat segített, hogy ez a csapat így felkészült erre a mérkőzésre. Nagyon sok jó egyéni teljesítmény volt az együttesben, tehát nem is tudok sorrendet állítani, de azt hiszem, hogy több jó játékot is láthattunk a csapattól. Igen, hál' Istennek ma mindenki szinte maximumot hozta, sőt annyira, hogy nem is tudtam cserélni, tehát nem is gondolkodtam azon, hogy esetleg cserélni kellene bárkit is. Nem fáradtunk el, ez nagyon-nagyon tetszett, tehát látszik, hogy van kondíció a csapatnak, tehát erősek voltunk, mind mentálisan, mind fizikálisan, és ezt jó volt kívülről látni. Mi a véleményed, hogy hány pont kellene még a bennmaradáshoz? Most ez egy kicsit más kérdés, de... Nem tudok, persze nagyon sokat gondolkodom ezen, és jó volna mondani egy számot, 6, 8, 10, fene se tudja, hogy mennyi, mert nem tudom, hogy mi lesz az ellenfelének a mérkőzésének az eredményei. Ugye most is született egy fura eredménye, Szentendre ugye megverte a Fradit, ami egy elég furcsa eredmény, de hát lelke rajtuk. Nem lehet ezt megmondani nekünk, mindig a következő meccsekkel foglalkozni. Most van 2 hét a következő mérkőzésig. Ugye a pénzügyőrhöz megyünk, az is egy tulajdonképpen egy 4 pontos mérkőzés. Ezzel a mérkőzéssel fogunk foglalkozni jövő héten, és rá következő héten, és remélem sikerre vesszük ezt az akadályt is. Hát egy nagy örömű mérkőzés játszott a két együttes. Ugye most nem volt annyi gól, mint Mohácson, másképp alakult a találkozó. Egy rövid értékelést kérnék. Hát gratulálok először is a Marcalinak. Nagyon-nagyon gyengén játszottunk. Nem tudtuk átjátszani a nyitott vételmet, holott azért ezen nagyon sokat gyakorlatoztunk a héten. Hát a lányaim azok nagyon eszetlenül próbáltak kézilabdázni. Nálunk én azt gondolom, hogy azért itt lehetett volna jobb eredményt is elérni, de hát ez nem sikerült. És hát azért szó nélkül nem tudok elmenni a játékvezetés mellett is, mert az kriminális volt. De természetesen, ahogy szokták mondani, nem ennek köszönhetjük a vereséget. A junior csapat 21-17-es félidőt követően 38-34-re nyert a Mohács ellen.
A marcali városi sportcsarnokban horvátországi és Somogy megyei polgármesterek barátságos labdarúgó mérkőzésen csaptak össze. Immár 5. éve találkoznak a testvérmegyék polgármesterei egy kötetlen szabadidőnap keretében, hogy jobban megismerjék egymást. Ez alkalommal Marceliban találkoztak, és hogy ki milyen sikert várt a találkozótól. Természetesen az elsődleges cél egy jó együttmozgás és a barátság erősítése. Ha jól emlékszem, akkor 5 éve kezdődött ez a hagyomány, hogy Somogy megyei polgármesterek és Bjelovár megyei polgármesterek összecsapnak a futballpályán, és utána megbeszéljük természetesen a harmadik félidőben a történteket. Ez most már odáig fejlődött, hogy őszi és tavaszi forduló is van, egyik itthon, a másik pedig kint a horvát barátainknál. Én azt gondolom, hogy azok a polgármesterek, akiknek partnertelepülési kapcsolatuk van, azok mindenképpen szívesen jönnek, és számos olyan kapcsolatról tudok, amely pontosan így a pálya utáni beszélgetés, vagy a meccs utáni beszélgetés során jött létre. Szerintem ez mindenképpen hasznos, és nem csak egy jó mozgás, hanem a barátságot is erősíti. Az erősítésnél tartunk, kik erősítik a somogyi csapatot? Bruckner Gábor, aztán Balog István, Balaton Lelle, alpolgármester, Gyurákovics László, somogyvári polgármester, ki van még, Mocsai Tamás, először van velünk Felső Mocsolát polgármestere, Karsai Józsi Kadarkútról, szóval igyekszünk lefedni a megyét, és remélem, hogy eredményesebbek leszünk, mint az utóbbi alkalmakkor, mert már nem is emlékszem, mikor nyertünk utoljára. Hát nem tudom, mámon meglássunk, ki majd jobb lesz. Hát mink már több évet játszanak, ja, és akkor én azt mondom, hogy mámon magyarok treníroztok, ja, és azt mondom, hogy majd jobb lesz, mint volt Horvátországban. A horvátok a mérkőzések többségét megnyerték, nem volt ez másként most sem. 4-1-re győzték le a somogyi válogatottat. A magyarok becsületét Móring József Attila mentette meg. Én emlékszem rá, hogy volt olyan vesztes meccs, ahol kihasztoltam egy hetest, és ezzel tettük szorossá az összecsapást. Az ember mindig igyekszik valami pozitív dologba belekapaszkodni, de nagyon régen nyertünk, úgyhogy épp itt az ideje, szerintem marcali kiváló helyszín ehhez. A futball az egy remek lehetőség arra, hogy ezeket a határmenti kapcsolatokat erősítsük. Csendes Balázs, a Somogy megyei labdarúgó szövetség vezetője, vagy az MLS Somogy megyei igazgatója is velünk lesz, hiszen a két megye labdarúgó szövetsége között is nagyon szoros barátság van, és szoros kapcsolat van, illetve ha jól tudom, 2 hét múlva lesz a hagyományos bjelovári mezőgazdasági kiállítás és vásár, ami szintén egy remek alkalom arra, hogy a települések találkozzanak. Itt van 5 polgármester, és 2 másik polgármester van, talán mind polgármesterek vagyunk. Mikor bírunk ott a Horvátországban, akkor játszanak 5-6-szor megnézés, játszanak. Ja. Hát jó, kicsit beszélünk, hogyan van Horvátországban, hogyan Magyarországban van, kollégák tanultak, hogyan Európa Uniában van, ugye, és most mink is vagyunk, és így. A meccs lefújása után közös fotó, oklevél és külön díjak kiosztására került sor. Persze a harmadik félidő volt a legfontosabb, ahol kötetlen beszélgetésekkel építették a barátságot. Legközelebb Horvátországban rúgják majd a bőrt a városatyák. Műsorunk végén nézzük föl híreinket még egyszer röviden. Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése. Elkezdődtek a munkálatok. Lelki nap. Apácák az X-házban. Berzsenyi nap, ünnepség, kiállítás, megnyitók, vetélkedők és előadások a gimiben. Szívlekvár, Körösi Zoltán könyvbemutatója Marcaliban. Díjeső, a város legjobb sportolói díjazták. Polgármesterek a pályán, barátságos nemzetközi foci meccs a Csarnokban. Mai hírmagazinunk végéhez érve megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét találkozunk, addig is friss híreinket keressék az interneten, a www.tavitv.hu oldalon, és lájkolják Facebook oldalunkat. Viszontlátásra!